szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely ügyvezetője a vendégem, Görög István, tisztelettel köszöntelek. Köszöntöm a nézőket. Hát nagyon-nagyon sok minden elmaradt, tudjuk, a koronavírus járvány nem kímélte Pákozdot sem. Egy kicsit tekintsünk vissza, hogy hiszen március 15-e volt az az első időpont, amit most már hosszú-hosszú idők óta mindig ott töltöttünk, hiszen egy méltó megemlékezés a 48-49-es forradalom és szabadság az első pillanatairól. Aztán utána jött a többi. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fog hiányozni. Egy kicsit beszéljünk arról is, hogy lehet majd ezeket pótolni, de először vegyük sorba, hiszen számtalan olyan nagy nemzeti esemény maradt el, illetve hát az ünnepsége, a megemlékezése, ami hiányzik nekünk. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. A Katonai Emlékpark az idén 11. évadát nyitotta meg, és a alapításának a 10. évfordulóját ünnepelte március 7-én szombaton, amin honvédelmi miniszter úr Cserpalkovics András úr megye, város, a térség képviselői nagy számba vettek részt, és ténylegesen összefoglalták az elmúlt 10 évet beszédjeikbe, és mindegyiknél úgy fogalmaztak, hogy itt kialakult egy olyan rend, amely alapvetően összefoglalja ténylegesen a magyarság legfontosabb ünnepeit. Hát ezek között valóban 15-e talán az egyik legnagyobb ünnepünk, és ahhoz a Nemzeti Emlékhely 48 okán is eminensen csatlakozik, és mindenki magától értetődőnek tartja, hogy a megyében egy-két olyan emlékhely van, ahova el kell zarándokolni, és ilyenkor nagyon sokan gondolják úgy, hogy célpontként a Katonai Emlékparkot válasszák. Az előző években ilyenkor ezrek fordultak meg rövidebb, hosszabb ideig a parkban. Hát az idei évben a 13-án elrendelt múzeumi bezárást követően a park eleve nagyon minimális létszámmal volt látogatható. És hát akkor még csak kóstolgattuk ennek az új érzést, ami a járvánnyal kapcsolatban volt. Mindenkinek egy kicsit a rémület volt, de ettől függetlenül nagyon sokan jöttek, és gondolták úgy, hogy ha más nem, akkor legalább sétálnak egyet a környéken. Az elmaradt március 15-ét pótolni nem tudjuk. Azt követően pedig, ha úgy tetszik, még szomorúbb időszak következett, hiszen komplette be lett zárva a létesítmény. Szolgáltatni nem tudunk. Most a 4-ét követően kaptunk lehetőséget arra, hogy lényegében a büfé, a terasz, illetve az ajándékbolt kinyithat, és ott egy-egy látogató a szolgáltatást igénybe veheti. Mi ettől függetlenül magát a parkot tartottuk karba, és próbáltuk olyan szinten megőrizni, ami a nyitást követően a nézőknek, látogatóknak az örömét fogja okozni. Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, mert hogy azért a dolgozókat is megviseli egyik oldalról, hiszen ha másutt nem, de hát mindenütt így van a múzeumi közegben, a Katonai Emlékparkban dolgozók, ahol a nyüzsgéshez szoktak hozzá, a mindennapi feladatok elvégzéséhez, amelyek ráadásul fajsúlyos feladatok voltak. Most egy kicsit változott a helyzet. És nagyon, nagyon változott, nagyon csönd lett, és a természet nagyon nagy erővel foglalja vissza az, ami az övé. Úgyhogy felszaporodott állottállománnyal, olyan madarakkal, amiket eddig sosem láttunk, ezek keresnek ott fészkelőhelyet, és hát úgy érezzük, hogy valami más történik, és az arborétumnak kicsit kiterjesztett része lett a Katonai Emlékpark is, hiszen a szomszéd az arborétum. Mi ettől függetlenül nagyon sok munkát végeztünk, és örülünk annak, hogy a főtulajdonos honvédelmi minisztérium úgy foglalt állást, hogy a legfontosabb értékünk a humán állományunk, tehát a személyállományunk, amelyek a megőrzésre kell törekednünk.
Ez két feladatból állt. Egyik részről, hogy ne betegedjenek meg, és biztosítsuk az ő egészségüket, a másik részről pedig az, hogy ténylegesen foglalkoztatásuk biztosított legyen. Azok, akik lehetett, akiknek az ügyvitelhez, illetve magának a cég viteléhez szükséges kidolgozói elméleti feladatokat kellett végrehajtani, azok a home office-ba mentek, és otthonról végezték a munkájukat, a többség pedig beosztásra került bent, és ott végezte csökkentett létszámmal, és a különböző rendelkezések betartásával a feladatokat. Volt még egy kivételes esemény, ami majd később kerül megrendezésre nyilván. Széchenyi-Fehérvár köszönti katonáit. Ez egy, én azt hiszem, hogy mindannyiunk szívét megmozdító történelmi esemény esztendőről esztendőre. 25. alkalommal lett volna az idén. Még nem tudjuk, hogy lesz-e, illetve hát tudjuk, hiszen augusztus 15-ig nem lehet rendezvényt, ilyen nagy rendezvényt, meg főleg és zárt térben egyáltalán rendezvényt tartani. Ez a 25 év 24 alkalommal megtartott rendezvénynek a helyszín a Vörösmarty Színház, illetve az átépítés időszakában egy alkalommal a Szent István Művelődési Ház volt. Az összes többi alkalommal is ez egy ténylegesen az egész város értelmiségét, a katonasságot megszólító olyan társadalmi eseményé vált, amelyet évről évre mosolyogva vártunk, és mindenkor elkövettek a rendezők mindent annak érdekében, hogy olyan műsort adjanak, ami méltó ehhez a helyhez, méltó ehhez a szellemiséghez, és azt hiszem, ennek mindenkor meg tudtunk felelni, hogy megfeleltek a rendezők. Nagy érdeklődéssel vártuk a 25. alkalommat, hát ezt valószínű, hogy talán jövőre fogjuk majd megtartani. Megérkeztünk májushoz, ugye május 1-e sajnos az megint csak elmaradt ilyen értelemben, viszont május 9-e volt a II. Világháború befejezésének évfordulója, ez is egy kerek évforduló. Ennek lesz-e majd azon túl egy emlékezése? A Honvédség és Társadalom Baráti Kör, aki a Katonai Emlékparknak az egyik létrehozója és a szakmai feladatoknak most is a vívője, készített egy nagyszerű kiállítást, amelyet márciusban nyitottunk volna, Fejér megye II. Világháborús harcai befejezésének a 75. évfordulóján. Ez a kiállítás, ez most is ott van, ha megnyitásra nem is került, bemutatásra nem kerülhetett, de a következő időszakban is állni fog, és hát arra gondoltunk, hogy meghosszabbítjuk a nyitvatartását, és kitoljuk a zárásnak az idejét, úgyhogy ez év késő összeig ez a kiállítás megtekinthető. Ez lényegében arról a tragikus esemény sorozatról szól, ami 75 évvel ezelőtt történt, és amely érintette Fejér megye egész területét, minősítetten Székesfehérvárt, amely lényegében ebbe pusztult vele, és hatalmas veszteségei után nagy fellélegzés volt először magyarországi harcok befejezésre április 13-a körül, aztán lényegében az európai béke május 9-én. Ez 75 éve történt, sokan még itt vannak közöttünk, bár egyre kevesebben, akik ezt átélhették, de mindenkor könyvbelábat szemmel mesélnek arról az időszakról. Egyszer arról, hogy mi volt, mit éltek át, és milyen nehézségek következtek azt követően. Mi úgy éreztük, hogy ez az évforduló egy kiemelkedő évforduló, amelyet meg kell említeni. Mi most ezt a békenapjaként tiszteljük, de ez a békenap, ez egy óriási ünnep, de csak akkor érezhető, hogyha látjuk ennek az ellenpólusát. Ha nincs, igen. Amilyen nincs. Most ezt a ünnepet egy kis szerény koszorúzással tudtuk megünnepelni, egy emlékként fellobogozott emlékhelyel, és hát azok a látogatók, akik kilátogattak a hétvégén Pákozdra, hiszen sétálni lehet, ezek a személyek úgy érzem, hogy ezt a részt elégedetten fogadták.
Nagy gondunk az, hogy az idén katonai emlékpark egy kiemelt helyszíne lett volna a Nemzeti Örökség Intézete által megszervezett emlékhelyek napjának. Pont május 9-én lett volna ez az esemény, és a Nemzeti Örökség Intézete elnökének döntése értelmében a következő, tehát ezt nem eltörölték, ezt a rendezvénysorozatot, hanem kitolták, és így tervek szerint augusztus utolsó hétvégén, utolsó szombatján, 29-ére tervezzük ennek az megismétlését. Igen, hát azért bizakodóak vagyunk, hiszen akkor talán feloldódik ez az 500 főre limitált létszám, ugye, ami augusztus 15-ig van érvényben. Viszont a táborozó fiatalok is szomorúak lehetnek, mert azért azt tudjuk, hogy a táborok sem lesznek sajnos. Mi arra készülünk, hogy adunk egy lehetőséget. Ennek mi úgy gondoljuk, és azt látjuk a saját munkatársaink körébe is, hogy nagy igény volna arra, hogy a gyerekek valóban kimozduljanak. Egyszer azért, mert a maga bezártság is egy nehéz helyzetet teremtett, másodszor hiányoznak a barátok. Harmadszor pedig maguk a szülők is rendkívül sok áldozatot hoztak erbe az időszakba, hiszen az otthon tartózkodással, a gyerekőrzéssel, jószerűen az összes szabadságukat valószínű felélték. Tehát fontos lenne az, hogy ők is egy kicsit visszaessenek, és egy kicsit fellélegezhessenek. Ezért nem is tudunk tábort tartani, mint oly sok éven keresztül az elmúlt időszakban, de úgy gondoljuk, hogy ilyen napközis tábor jelleggel azt meg fogjuk tudni tartani, és egy ilyen 25 fős táborokat, hetes turnusokat gondolunk megrendezni a katonai emlékpark területén, és ott a környező lehetőségekre támaszkodunk. Tehát ott van a Vadaspark. Egyébként Vadaspark, ott van a tó, tehát sok minden. Minden rendben van. Egyébként, amikor sikerült megnyitni a kempet, jöttek az emberek már is? Tehát észlelhető, hogy fellélegeztek, és néhányan elindultak? Nem szívesen beszélek arról, hogy közben is azért nagyon erős volt az érdeklődés. A gyalogosokat nem is nagyon tudtuk fenntartani, hiszen nem vagyunk bekerítve. De hát a biciklisok elől elhajtottuk zárni a bicikliutat, ki van téve a tábla, hogy jószerűen ne használják, vagy maximum egy út van a Velencei tó körül, amit biciklizésre alkalmasnak ítéltek, és azon a közlekedés nincs megtiltva. De a megállás meg van tiltva, és ezért akár Pákoszt faluba, akár az arborétumba, vagy a katonai emlékparkba be kellett zárnunk. De még biciklisek is sokszor betörtek, és hát ez számunkra okozott nehézséget. Itt nem azért van, mert hogy nem szeretjük a kerékpárosokat, imádjuk őket, és köszönjük azt, hogy megtisztelik látogatásukkal az emlékparkot, megállnak, fejet hajtanak, hanem azért, mert hogy mi vagyunk a felelősek azért, hogy biztosítsuk, hogy itt ne legyen olyan, amit nem lehet csinálni. Ez az időszak még valószínűleg el fog tartani pár hónapig, ezért mi azt tudjuk csinálni, hogy minden héten, péntek, szombat, vasárnap biztosítjuk a feltételeket, az összes többi napon ezt a kiemelt feltételhalmazt teljesíteni nekünk rendkívül nehéz. Így is a lényegében az állományunk a hétvégekre lesz koncentrálva is bent. Megértést kérünk továbbra is. Viszont meg is érkeztünk szeptemberre, mert szeptember egy kiemelt hónap a magyarság számára, a Magyar Honvédség számára, hiszen ne feledjük, hogy annak idején, amikor 1951-ben az obeliszket felépítették, az a 48-49-es szeptember 29-ei Pákos-Sukorói ütközetnek állított emléket, illetve az 1848-as hősöknek, és hát ez esztendőről esztendőre a Honvéd Fesztivál időpontja, és ráadásul az idén ugye a 21-én kezdődik most már bizakodó vagyok. Hát tervezzük.
Ezt tudom mondani. Mert ugye a szárazföldi haderő napja is ez az időpont. Erre azt tudom mondani, hogy tervezzük. Ugye, mi vagyunk 18-an a katonai emlékparkban, és akik részt vesznek ennek a végrehajtásában, az több száz ember. Ez nekik az ő hozzáállásuk, az ő lehetőségük nagyban beleszól, hogy mi fog tudni megvalósulni. Mi arra készülünk, hogy meg tudjuk valósítani, és azt szeretnénk, hogyha igaz az, hogy valahol augusztus végén felszabadulunk, és ha igaz az, hogy közös erővel le tudjuk győzni a járványt, abban az esetben, és nem indul még el ez a szeptemberire ígért második hullám, abban az esetben mi szeretnénk megtartani ezt a rendezvényt, betartva minden előírást. Most a szeptember 29-éhez közel eső hétvégén lenne ismételten a, most így mondom, a programnak a kiemelt eseményei. A csatatéri sokadalom elsősorban a békefenntartókra koncentrálna, és szeretnénk, hogyha a csatabemutatót meg tudnánk tartani, még egyszer több, sok szereplős, ebből következően ez egy nagy összefogás eredménye lehet. A 29-i rendezvényt 29-én kedden tartanánk, ennek megfelelően koszorúzási ünnepséget szerintem meg fogjuk tudni tartani, és a hozzá kapcsolódó szárazföldi haderőnem napját pedig a katonák elfoglaltsága fogja meghatározni. Igen, ez mindenképpen fontos, mint ahogy hogy számunkra méltó megemlékezést kíván október 6-a is Batthyány Lajos és az aradi 13-ak kivégzésének évfordulója. Ez is egy olyan hagyomány, amelyet hát bizakodóak vagyunk, hogy, hogy sikerül méltó módon emlékezni. Csak hogyha, tehát ugye így mondom, hogy szűk körbe meg tudjuk tartani viszonylag egyszerűen és méltóság teljesen. De évek óta ezt az ünnepet az iskolákkal közösen rendeztük meg. Egy-egy iskola egy évig készül jószerivel arra, hogy, hogy ott méltó műsort mutasson be. Ez ugye az iskolának is egy kihívás. Külső helyszínen, a gyerekekkel, nagyobb közösség előtt, eleve szabadtéren, tehát ezek mind önálló kihívások, amit egy osztályteremben nehéz, most így mondom, modellezni. De mindenkor nagyon méltóságteljes, nagyon szép ünnepek voltak, és ezért is várják már egyszer az iskolák, másodszor pedig a nézők azt látogatók, hogy, hogy mi jön össze ebben az évben. Mi hittünk szerint szeptembertől talán elindul az év, nem otthon ülős távoktatással, és mi készülünk a gyerekek fogadására. Az idei évben 10. alkalommal indítjuk el hazafiság iskoláját, 10. tanévnyitója lesz ennek a programunknak is, és ennek egy kiemelt eseménye ez az október 6-a, hiszen akkor minden arról szól, arról a hősi helytállásról, arról a mártírok emlékének a megőrzéséről, 48-ról és minden hősről. És azt hiszem, hogy ez a gyerekek előadásában is mindenkor megérinti a gyerek közönséget, és kifejezi lényegében azt, amiért ez a katonai emlékpark van. Igen, hát ugyanehhez tartozik, hát kicsit később értelemszerűen a halottak napi emlékmise a Don Kápolnánál, az évadzáró, illetve hát majd már 2021. januárjában lesz a Doni áttörés évforduló, az Úri ütközet évfordulója, de közben lesz azért felderítők napja. Most már bizakodó vagyok, hogy meg kicsit előre szaladtunk, mert ugye az is novemberi időpont. Egyébként mekkora kihívás ez azon felül, hogy ezeket az olyan eseményeket, amelyeket megszoktunk, hogy méltóság teljesen megünnepeljük, vagy éppenséggel emlékezünk, most nem tehetjük? Azt hiszem, hogy az emlékezés valóságban mindenkinek belül történik. Ebből következően, hogyha csak felhívjuk a figyelmét arra, hogy október 6-a vagy október 23-a van, akkor megelevenednek azok az emlékek, amit őt érinti. Ha ez ifjú, akkor az elmúlt 10 évben járt Pákozdon, akkor a pákozdi emlékek is megelevenednek. Hogyha neki semmi más élménye nincs, akkor az olvasmány élményei maradnak. Vagy pedig azok az élmények, amiket mi is igyekszünk követni és segíteni. Tehát
például most is készül egy olyan 25 perces videóanyagunk, ami a YouTube-on keresztül el lehet térni majd, és ami 1848-tól lényegében 1956-ig összefoglalja azokat az eseményeket, amit a Katonai Emlékpark megjelenít. Ez egy új módszer, ha úgy tetszik, kihasználva azt, hogy nincs más. Ebből következően mi azt gondoljuk, hogy ha máshogy nem fogjuk tudni ősszel is elérni a gyerekeket, egyre inkább elkezdjük azt motiválni, hogy a virtuális téren keresztül tudjuk a kapcsolatot ápolni. De erre szolgált például a rajzversenyünk, az, amit szintén 8. alkalommal indítottunk el, és aminek a lezárása, hogyha úgy tetszik, a pályaművek beérkezése március 10-e környékén volt, és 790 anyag érkezett be, és nem érkezett meg a Romániából Nagyváradon gyűjtött 180 rajz, valamint azok, amiket még beragadtak az iskolákba, hiszen a postákat őnáluk egy héttel előbb lezárták. Igen. Az iskolákat. Ebből következően Jusszerivel ott maradtak az iskolákba ezek az anyagok. Megtörtént a zsűrizés, és látjuk azt, hogy a 8. rendezvényünk is egy nagyon kiváló és eredményes programot hozott. A megváltozott helyzetre reagálva azonnal elindítottuk ennek online változatát. Köszönjük szépen a Fehérvár TV-nek is, hogy ezt besegített, és bemondta, és népszerűsítette ezt. Ugyanígy Fehérvár polgármestere, de a Nemzetörökség Intézet és sok más szervezet állt mellénk azzal, hogy népszerűsítette ezt a rendezvényt, és ennek május 30-áig lehet beküldeni a rajzait. Azt követően lesz az eredményhirdetés, de eddig is nagyon sok anyag érkezett be PDF formába, vagy telefonnal lefolyóképezve. Tehát én úgy érzem, hogy azt a hidat, amit 10 év óta építgetünk, hogy a honvédség és a társadalom köré egy kapcsolatot teremtsünk, ahhoz ha új eszközöket kellett, akkor ugyanaz eszközöket ki kellett alakítanunk, de ezt is lehet járatni. Igen, ez köszönj, de ilyen a 21. század, és azt hiszem, hogy ebben az értelemben felvette az elédobott, tehát felvette a versenyt a Pákozi Katonai Emlékpark is. Hát köszönöm szépen, én érdeklődéssel várom, és bizakodva természetesen minden székesfehérvári és minden látogató nevében, mert azt hiszem, hogy számunkra kiemelten fontos a Pákozi Katonai Emlékpark missziója. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm szépen, de mi továbbiakban is a személyes kapcsolatra törekszünk, és hát azt várjuk, hogy vendégül láthassunk mindenkit, úgyhogy várjuk őket szeretettel. Történjék így, bizakodó vagyok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Görög István volt a vendégem, a Pákozi Katonai Park ügyvezetője, és hát arról beszélgettünk, hogy mi minden vár ránk, ha eltűnik a koronavírus. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!